Jó estét kívánok, köszöntöm Miért című műsorunk nézőit. Július 1-től professzor dr. Kovács Melinda, a Kaposvári Egyetem rektora, jövőben egy terveiről kérdezem. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Köszönöm a megkeresést! Ugye július 1-től Kaposvári Egyetem rektoraként is tevékenykedik. Milyen állapotban kapta meg az egyetemet? Az egyetem, ha bárki körbejárja, vagy ismeri az egyetem oktatási-kutatási tevékenységét, azt hiszem láthatja, hogy stabil helyzetben van. Már amennyire ma a felsőoktatási intézmények stabilitásáról beszélni lehet. Én az elődeinktől átvett örökséget mindenképpen tovább vinni szeretném, megőrizni azokat az értékeket, amelyekkel ez az egyetem rendelkezik, és amely azt gondolom, hogy nagyon erősek, és érzem a felelősséget is nyilván ebben, mert ebben a mai nagyon gyorsan változó világban, ahol az egyetemnek is, és minden felsőoktatási intézménynek állandóan más-más gazdasági, társadalmi, környezeti hatásoknak, kihívásoknak kell megfelelnie. Hát nagy a kihívás, és sok a feladat. Nyilván egy egyetemnek a létét, a hallgatói létszám nagy mértékben meghatározza. Hogyha az elmúlt éveket nézzük, akkor azt lehet mondani, hogy a Kaposvári Egyetemnek sikerül stabilizálnia, sőt, kismértékben növekedett is, nem is annyira kismértékben, mert ilyen 10% körüli növekedés van, hogyha jól tudom. Azért ez mutatja, nem, a Kaposvári Egyetemen végzett szakmai munkát? Én remélem, hogy igen, és biztos vagyok abban, hogy hosszan tartó eredményt tényleg csak a megfelelő szakmai háttérrel lehet elérni. A hallgatóink nagy része regionális beiskolázással kerül hozzánk, tehát főleg Kaposvár környéke és a régió vagy fiataljai keresik föl az egyetemet. Vannak olyan szakjaink, amelyek országos beiskolázásúak, mert egy vagy két helyen indulnak csak az országban. Ilyen például a lovas képzésünk, vagy ilyen a művészeti karnak néhány képzése. Ők úgy állították össze a képzési portfóliójukat, hogy a szakjaik egy jelentős része csak Budapesten folyik Kaposváron kívül, tehát más vidéki intézményben nincsen. Most a jövőben ugye a Kaposvári Egyetem rendelkezik egy intézményfejlesztési tervvel, ami 2020-ig lerakja azokat a cölöpöket, aminek mentén mi a fejlesztéseket tovább vinni szeretnénk. Természetesen az élet, ahogy mondtam, változik, mi is megnézzük, melyek az intézményfejlesztési tervnek azok a területei, legyen az oktatás, vagy kutatás, vagy a partnerség keresése, ahol újabb kihívásokkal kell szembenéznünk, újabb lehetőségeket kell keresnünk. Most a hallgatói létszám stabilizálása szempontjából is ez egy fontos kérdés, hogy megnézzük, vannak-e olyan kapacitásaink még, amelyek esetleg újabb szakindítással, vagy esetleg egy teljesen új szak létesítésével további hallgatókat vonzhatnak még a Kaposvári Egyetemre. Akkor ez azt jelenti, hogy elsősorban az unikalitás felé menne el a Kaposvári Egyetem, mert mint ami a szakokat illeti, ugye, tehát hogy tényleg vannak olyanok, a lovas, színészképzés, ami, ha nem is egyről, de kevés van. Ha jól tudom, akkor lenne egy olyan szak, amit teljesen egyedülálló lenne a Magyarországon és talán a környékbeli országokban is. Igen, van egy ilyen tervünk, egy új mesterszak elindítására. Ez az úgynevezett egy az egészség koncepcióban illik, ami egyébként nagyon jól illeszkedik, azt gondolom, a város által meghirdetett programnak, az Egészséges Kaposvár, ugye 2030-ra az egyik legegészségesebb város legyünk, és megalakult Kaposváron az egészség tanács is. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez a fajta környezet, ez nagyon jó támogató hátteret ad annak a programnak, amit mi is el szeretnénk indítani. Ez abból a felismerésből adódott, hogy az ember egészsége az nem választható el a környezete, a növény, az állat egészségtől, az ökológiai egyensúly megtartásától, a biodiverzitás megőrzésétől. Tehát egy újfajta integrált, holisztikus szemléletet igényel az, hogy valóban melyek azok a tényezők, amelyek az egészség megőrzése irányában hatnak.
Ez egy tipikusan több tudományterületet érintő oktatás lenne, amely a Kaposvári Egyetem önmagában nem tudná megvalósítani, tehát partnereket keresünk ehhez, az Állatorvostudomány Egyetem, Pécsi Tudomány Egyetem és a Pannon Egyetem Keszthelyi Georgikon kara lenne ebben egyfajta konzorciális együttműködésben. Talán már ennek a részleteit még nem dolgoztuk ki, tulajdonképpen csak egy első előzetes egyeztetés az, ami megtörtént az intézmények között. Ez kicsit hasonlít, mint a volt a termőföldtől az asztalig. Ugye volt a minisztériumnak is egy ilyen kezdeményezése, egy picit beleillik ebbe. Nagyon jól látja, és valóban ez a az élelmiszer előállítás teljes termék pályáját átölelő szemlélettel összhangban van, és tulajdonképpen a Kaposvári Egyetem fejlesztései és profilja is az elmúlt 10-15 évben elég erősen fókuszált erre. Tehát ezért gondolom azt, hogy a Kaposvári Egyetemnek megvan ehhez a háttere, megvan az infrastruktúrális háttere, megvan a személyi háttere. Elsősorban az élelmiszer alapanyag előállítás vertikumában. És akkor ehhez kell hozzátenni egy kicsit jobban a növényegészségügy kérdését, amiben ugye Keszthely nagyon erős, ehhez kell hozzátenni az egészségtudomány részét, ebben számítunk nagyon a Kaposi Mór Oktatókórház együttműködésére, és ehhez kell hozzátenni az állatorvostudománynak azt a területét, ami mondjuk az élelmiszerbiztonságnak kardinális kérdéseit érinti, mint például az állatról emberre terjedő betegségeknek a kérdése, vagy például az antibiotikum rezisztencia kérdése. Szerintem kevesen tudják, hogy a világon évente 700 ezer ember hal meg körülbelül antibiotikum rezisztencia miatt, gyakorlatilag olyan fertőző betegségekben, amelyek, vagy bakteriális betegségekben, amelyek ellen az antibiotikumok ma már nem hatásosak. Tehát ezeket a kérdésköröket szeretnénk vizsgálni, például hogyan lehet az antibiotikumok használatát csökkenteni, ennek milyen állategészségügyi, milyen növényvédelmi vonzatai vannak, hogyan hatnak ezek a szerek a környezetünkre, stb. Tehát ez egy nagyon komplex és valóban integrált szemléletet igényel, és azt gondolom, hogy szükség van az ilyen szakemberekre az oktatásban, a kutatásban és a gyakorlatban egyaránt. Ez nyilván elsősorban az agrár képzést érinteni. A többi területen hogy látja, hogy milyen irányba kellene elmenni, vagy van-e valami, ami felé specializálódni kellene? Akár a pedagógiai kart, gazdaságtudományi kart, vagy a művészeti kart nézzük. Én azt látom, hogy mind a három kar, amelyeket említett, nagyon pontosan meghatározta azt az irányt, amiben fejleszteni akar, és ezek nagyon átgondolt, több tényezőt is figyelembe vévő fejlesztési elképzelések. A gazdaságtudományi kar esetében nagyon sok közös terület van az agrár és a gazdaságtudomány között. Gyakorlatilag ők szerves részei lehetnek ennek az egy az egészség koncepciónak is, de egyébként most folyik annak a felmérése, hogy melyik az a képzési irány, amiben még elindulnak, és amelyet idegen nyelven, tehát angolul is el tudnak indítani. Tehát ott náluk például egy prioritás az, hogy a képzésüket, amire végül is majd fókuszálni fognak, azt angolul is meg tudják hirdetni, segítve ezzel az egyetem nemzetközi esedését. A pedagógiai kar is nagyon határozott fejlesztési elképzelésekkel rendelkezik. Ott például egy neveléstudományi mesterszaknak az elindítása, ez egy közeli cél, mert így akkor a hallgatóinkat bent tudnánk tartani az alapképzés utáni két évben még, és hát esetleg egy távlati cél lehet akár egy doktori iskola kialakítása, ennek a személyi feltételeinek a megteremtése. De olyan unikális képzések is vannak a pedagógiai karon, amelyek szintén csatlakoznak ehhez az egy az egészség koncepcióhoz, mint például az állatasszisztált
terápiás képzés. Tehát ez is egy olyan terület, ami abszolút határterület, új és nagyon szép eredményeket érnek el benne. És a művészeti karon ugye a színészképzés, ez egy nagyon jó irány, nagyon népszerű irány, és itt felmerült egy komplex színészképzés lehetősége, ami megint unikális lenne, tehát a színészet mellett ugye a látványtervezés, a jelmeztervezés, díszlettervezés, producerség, tehát ezek együtt jelennének meg az oktatásban. Ugye egy vidéki egyetem számára fontos misszió az is, hogy egyfajta tudásbázis legyen. Nyilván ez a Kaposvári Egyetem számára is fontos. Kaposvár és a Kaposvári Egyetem együttműködése hogyan terjeszthető ki akár még a jövőben? Ugye a polgármester is arról beszélt, hogy Kaposvár és a Kaposvári Egyetem nem választható ketté. Igen. A Kaposvári Egyetem agrár oktatás, kutatás területén is azt gondolom, hogy nagyon jól beilleszkedett a környék élelmiszer, ipari, illetve mezőgazdasági termeléssel foglalkozó vállalkozói gazdasági köreibe. Ezt a kapcsolatot tovább fejleszteni szeretnénk. A pedagógiai karnak is nagyon jó kapcsolata van a különböző oktatási intézményekkel, a tankerületi központtal, pedagógus továbbképzést képviselő intézményekkel. A művészeti kar is azt gondolom, hogy nagy mértékben részt vesz a kaposvári művészvilágban, képviselteti magát a színházban, különböző területeken. De természetesen nagyon sok olyan terület van, ahol ezt a kapcsolatot és az egyetemnek valóban a város életébe való szervesebb integrálódását javítani lehetne. Szeretnék egyébként egy olyan testületet létrehozni, amelybe a legkülönbözőbb területekről a felhasználói oldalt meg tudnánk hívni, és rendszeresen konzultálni arról, hogy valóban mi lenne az igény a Kaposvári Egyetem felé. Mert nekünk vannak elképzeléseink, és nem biztos, hogy ez találkozik a valós igényel. Tehát beszélgessünk gyakrabban arról, hogy mit szeretnének akár az oktatás, akár szolgáltatás, akár innovációs téren a Kaposvári Egyetemtől. És azt gondolom, hogy ez a rendszeres konzultáció, ez a Kaposvári Egyetem fejlesztése szempontjából is nélkülözhetetlen. Ha már a szerepvállalásokról beszéltünk, akkor talán a kaposvári állattenyésztési napoknak a megszervezése, amelyet ugye idéntől már önállóan szervez a Kaposvári Egyetem, ez is egyfajta ilyen misszió küldetés. Feltétlenül. Idén először teljesen önállóan rendezzük meg a kaposvári állattenyésztési napokat. A szervező szakmai háttér nagyon lelkes, rengeteg ötlettel, új gondolattal állt neki a munka szervezésének, és hát remélhetőleg a nagyszámú látogatók majd élvezni is fogják a kiállítás sokszínűségét. Ugye ennek a rendezvénynek a missziója tulajdonképpen hármas. Az egyik az, hogy agrár szempontból ez egy országos rendezvény. Ugye kis egyetem vagyunk, de mégis az agrár felsőoktatásban meghatározóak. Ezt nekünk mindig meg is kell mutatni. Tehát a missziója hármas. Az egyik, hogy lehetőséget ad a szakemberek találkozójára. Tudományos konferenciákat, szakmai fórumokat szervezünk. Ez az egyik része a kiállításnak. Általában ezek is országos érdeklődésre tartanak számot. Idén is megrendezésre kerül a takarmányozási szimpózium, ez egy hazományos rendezvényünk, élelmiszer és marketing konferencia, környezetvédelmi témakörből, szarvasmarha tenyésztés témakörből. Tehát ezek tényleg széleskörű szakmai érdeklődésre tartanak számot. A másik, hogy lehetőséget ad a gazdálkodóknak megmutatni, hogy milyen eredményeket értek el a mezőgazdaságban, a gyakorlatban. A harmadik missziója pedig az, hogy megmutatni a fiataloknak,
azt, hogy mit jelent ma a mezőgazdaság. Mert a mezőgazdaság nem csak az elmúlt 10-15 évben, de akár 2-3-5 éven belül is hihetetlen fejlődésen ment keresztül. Olyan mértékű a digitalizáció és a precíziós mezőgazdaságként emlegetett állat vagy növény, állattartás vagy növénytermesztés, ez ma már a komputerek és a magasan kvalifikált szakembereknek a világa. És azt gondolom, hogy az agráriumot, a mezőgazdaságot már kisgyerekkortól meg lehet szerettetni. És ezért szervezünk olyan közönségprogramokat, amely családokat, iskolásokat vonza kiállításra. Részben egy magas színvonalú vagy igényes szórakoztatást is nyújt, de azért ennek van egy jelentős oktatónevelő szándéka is. És érdekes, mert ebben is mennyire jól bele tud kapcsolódni a pedagógiai kar, akik tényleg színes programokat szerveznek a gyerekeknek, a kilátogatóknak. Ez is egy érdekes kombináció, egy jó kiegészítés. Igen, azt lehet mondani, hogy most már itt is a négy kar szinte szervesen együtt működik egy adott programban. Hogy a 4 év múlva képzeli el a Kaposvári Egyetem, hogy a 4 éves mandátumot kapott rektorként, akkor hová szeretné eljuttatni az egyetemet? Mik a legfontosabb célkitűzések? Milyen egyetemet képzel el 4 év múlva? Nyilván nem lehet 4 éves ciklusokban gondolkodni, de maga a folyamat az micsoda? Igen, hát 4 év nem túl hosszú idő, hiszen azok az elképzelések, amik most megszületnek, akár csak egy szakindítást gondolok, az is azért 1 év, mire abból realizálódik valamit, mire kifut ugye 1 év folyam, az megint több év, de azért mégis azt gondolom, hogy egy stabil egyetemet szeretnék látni 4 év múlva, amely az agrárképzés területén országosan is meghatározó. Tehát azt gondolom, hogy az agrár képzési, kutatási, innovációs terület az, ami az erősségét adhatja országos versenyképességben az egyetemnek, és ezt részben a képzésnek már említett módon való megerősítésével, részben pedig az egyetemnek a kutatásfejlesztési innovációs aktivitásának és eredményességének a növelésében látom. Én 4 karú egyetem vezetésére pályáztam. Én így képzelem el a jövőt is. Azt gondolom, hogy ennek a városnak és ennek a régiónak mind a 4 képzési területre, mind a 4 karra szüksége van. Nem tudni persze, hogy a felsőoktatás esetleges átszervezése, vagy az agrárfelsőoktatást érintő változtatási szándékok ezek mik. Nyilvánvalóan nekem az a célom és az a feladatom, hogy ebből a Kaposvári Egyetemet a lehető legjobb pozícióban tudjam irányítani. Az agrár felsőoktatással, agrár felsőoktatási intézményekkel szemben ugye gyakori kritika a szétaprózottság, a párhuzamosságok megléte. Tehát ebben mondjuk az egyetem már most azt gondolom, hogy jól áll, hogy meghatározta azt az irányt, amiben ő azt mondja, hogy első akar lenni, és ez a jó minőségű, biztonságos, egészséges élelmiszer alapanyag előállítás. Erre egyébként támogatást is kapott az intézmény, részben egy ilyen intézményi kiválósági program, részben pedig tématerületi kiválósági program keretében, ami azért talán mutatja azt, hogy valahol elismerik a Kaposvári Egyetemnek ezt az erősségét, és támogatják az ilyen irányú fejlődését. Szeretném, hogyha a kapcsolatot a Keszthelyi Georgikon karral szorosabbra tudnánk fűzni, tehát megnézni azt, hogy hol tudjuk egymást komplementer módon támogatni. Erre vonatkozóan van egy konkrét együttműködési megállapodás is a két egyetem között, ezt is tovább szeretnénk fejleszteni. És szeretném, ha sok
külföldi hallgatója lenne az egyetemnek, tehát a nemzetközi esedés irányába még egy kicsit erősebben lépéseket tenni, mert ez a mi hallgatóinknak is nagy előnnyel származna, hiszen megismernénk más országok hallgatóit, kultúráját és a nyelvük, tehát az idegen nyelvi képzésben vagy fejlődésükben is ez nagyon előremutató lenne. Ami egyébként meg nagy kihívás, ugye, hiszen nyelvvizsgával lehet majd bekerülni a felsőoktatási intézményekbe. Tartanak ettől egyébként, hogy emiatt esetleg lecsökkenhet ugye a hallgatói létszám? Azért ez egy nagy kihívás. Ez egy nagy kihívás, és természetesen ez a Kaposvári Egyetemnek talán még nagyobb kihívás, mint mondjuk egy budapesti vagy egy nagy múltú egyetemnek. Vannak olyan adatok, amelyek szerint a nyelvvizsga 2020-ban történő bevezetése 40-60%-kal is csökkentheti akár a bemenő hallgatók számát. Hát ez azt gondolom, hogy alapjában meggyengíti a felsőoktatási intézményeknek a helyzetét. Ez egy nehéz kérdés, mert az egyetem ugye nagyon nehezen tud ebben visszanyúlni, tehát a középiskolai nyelvoktatás kérdését az egyetem nem tudja megoldani, de gondolkodunk olyan programokban, amelyekkel esetleg nyelvi képzést tudnánk nyújtani azoknak, akik szándékoznak a Kaposvári Egyetemre jönni. Tehát vannak olyan elképzelések, hogy hogyan lehetne ezt egy kicsit, vagy ennek a problémának elébe menni. És van még egy olyan verzió is, hogy ezt a szabályozást esetleg kicsit oldják azzal, hogy a bekerülő hallgatók kapnak egy év haladékot arra, hogy megletegyék a nyelvvizsgát. Ott már mi sokkal erősebben oda tudjuk tenni a nyelvi képzésünket, és akkor azt gondolom, hogy nagyobb eséllyelben tudnánk tartani a hallgatókat. Ugye érdekes, hogy most nyár van, egy személyes kérdést azért engedjem itt a végére, hogy nyár mindenkinek a pihenésről szól. Gondolom azért önnek nem teljesen, hiszen ugye pontosan ugye július 1-ére esett a kinevezés. A saját személyes életében ez mekkora feladat, vagy milyen polcra lehet tenni ezt a feladatot? Az én életemben mindenképpen egy nagy változást jelent ez, mert egy egész intézményt irányítani, ez egészen más felelősség, mint mondjuk egy kutatócsoport munkáját, vagy akár egy akadémiai bizottságot irányítani. Ugye itt nem csak szakmai munkáról van szó, hanem nagyon sok minden másról, oktatáspolitikai, tudománypolitikai dolgokról, tehát az egyetemet úgy kell pozícionálni, hogy hosszú távon is erős, stabil, fejlődőképes intézmény maradjon. Szerencsére nagyon jó támogató közeg van körülöttem, tehát a város vezetése, a megye vezetése, azok a politikusok, akik a kormányzat felé meg lehetős hatással bírnak, azt gondolom, hogy a Kaposvári Egyetemet szívükön viselik, és ilyen szempontból számítok és számíthatok a támogatásukra. Másrészt pedig van egy belső csapat. Én nagyon remélem, hogy mindenkit sikerül úgy sorba állítani, hogy egy irányba megyünk, és menjünk, és egymás munkáját támogassuk. Nekem ez egy nagy kihívás, de én most ennek fogom szentelni az energiám nagy részét. Akkor az akadémiai munka, mert ugye nemrégiben az akadémia rendes tagjává választották, akkor az most egy kicsit háttérbe szorul? Az akadémián belül azokat a feladatokat, amelyek egy-egy bizottsághoz kötnek, de nem vezető jellegű feladatok, ezeket természetesen megtartom, hiszen az akadémiával való kapcsolat az ugyanúgy része a Kaposvári Egyetem menedzselésének, ha úgy tetszik, de nyilván kevesebb
Például kevesebb programon való részvétel, ezzel számítok. Akkor jó erőt, sok energiát és jó egészséget kívánunk mindenhez a munkához. Köszönöm szépen, hogy mindezt elmondta nekünk. Köszönöm szépen én is a lehetőséget. Nézőinek pedig a figyelmet köszönjük. Várjuk Önöket a képernyőkre legközelebb is, akkor is tartsanak velünk, viszontlátásra.